Torinóba veszem az irányt, édesapámnak a lakását, ahol második feleségével élt, kell kiürítenem, mert Zsuzsa, a felesége, Saviglianóba költözik, az ottani kórházban fog dolgozni ezen túl, és neki fogok segíteni költözni. Savigliano egyben az a város, ahova legelőször költöztünk, ahol legelőször éltünk, amikor kijöttünk Olaszországba. Itt jártam iskolába, aztán egyetemre, Torinóba mentem. Ezért is költöztünk végül Torinóba édesanyám halála után, mert ugye édesapám a Torinói Operában dolgozott, én ott jártam egyetemre, és hát semmi értelme nem volt állandóan ingázni Savigliano és Torino között. Savigliano Torinótól 50 kilométerre van, kb. 1 óra autóval, 40 perc vonattal, Torinótól délre található. Ez, amit most láttok, ez édesapámnak a dolgozószobája. A falakon még nyoma van az elszívott cigaretták füstjének. Levettük a képeket, ott mind látszanak, mi hol volt. Itt parkoltam mindig a motoromat, amikor motorral jöttem látogatóba. Ez pedig a konyha. Ez a nappali, az ebédlő. Itt zajlottak az ünnepi ebédek, karácsonyi ajándék átadás helyszíne volt. Ez pedig már a kiürített lakás. Egyedüli dolog, ami emlékeztet édesapámra, az itt hever a földön. Ez a pohár alátét. Még az élet furcsasága, hogy 22 évvel ezelőtt ugyanezzel a céggel költöztek ide édesapám és felesége, Zsuzsa, a régi lakásunkból ide. Ezt, ott még albérletben voltunk, ezt már megvették. Ez pedig Savigliano, Piazza Santa Rosa, legjobb gyerekkori vagy suhanckori haverom, Gáli. Ő volt az első olasz, akivel megbarátkoztam, mai napig tartjuk a kapcsolatot. És rengeteget ökörködtünk itt, ezek alatt, az árkádok alatt, ezen a téren. Akkor még itt kibejárkáltak az autók. Nem volt kitiltva az autóforgalom. Ez pedig a Piazza del Popolo, ez egy nagyobb, újabb tér, piactér, kedden és pénteken itt szokott lenni a városi piac. Ez is egyik fő hely volt, ahol állandóan lógtunk. Ez pedig a Via Torino. Itt, ebben az utcában volt az első együttesünknek a próbaterme. Éppen azt kaput keressük, hogy már nem emlékeztünk pontosan, hogy melyik kapuból kellett ide felmenni. Hát Gályal ugye, Gály nagyon jól zongorázik, énekel, és vele bulisztunk. Ez a tömbház pedig, ahol laktunk. Az első emeletén balról számítva az első 3 ablak volt a miénk. Itt mindjárt látszanak az ablakok. Az első ablak volt a hálószoba, szüleimnek a hálószobája, a második a fürdőszoba, a harmadik pedig az én szobám volt. Első emeletem balról az első 3 ablak volt a miénk. Ez pedig még mindig Savigliano, az óváros, gyönyörű, szép, és nagyon sok régi házat nagyon szépen tataroztak az utóbbi években, szóval gyönyörű, egy igazi kis ékszer, középkori ékszer. Hát ezt a házat éppen még nem tatarozták, de nagyon sokat igen. Itt a háttérben az a vajsárga épület, az a városi színház épülete. És amögött volt a suli, a gimi, ahol Gályal összeismerkedtem annak idején. 1986. január-február. Ez a vasútállomás. Már indulok vissza Torinóba. Még egy fél napot ott fogok tölteni, mert kellett várnom a Rómába tartó vonatra, hogy kihasználtam az időt a belvárosba, csavarogtam egyet. Ez a Porta Nuova nevű állomás, ide futott be a Saviglianóból érkező vonat. Itt is nagyon sok régi emlék jutott az eszembe fiatalkori évekből. A város első bicikli kölcsönzője volt a Torino Bike Sharing. Ez egy nagyon régi példány, amit még nem loptak el, nem tettek tönkre. Ez pedig kiülről a Porta Nuova állomást gyönyörű szépen tatarozó. Ez pedig az előtte levő park, az 80-as, 90-es években idősek, nyugdíjasok törzshelye volt, végtelen sakk és kártyapartik helyszíne. Aztán sajnos a 2000-es évek elején hát illegális menekültek törzshelye és hát kisebb bűnözők törzshelye lett itt. Nem lehetett végigmenni a téren, a parkon, anélkül, hogy kábítószerárusok megállítottak volna, és leánykáknak, nőknek abszolút lehetetlen volt úgy végigmenni, hogy ne próbálják felszedni őket. Utóbbi években megtisztították, és hát felszámolták a bűnözést. Bűnözők más helyre telepettek át. Ez pedig a belvárosban, tekerektem, kis Ferrari, babakocsik. Itt egy nagyon régi kávézóban ittam egy nagyon jó kávét. Ez pedig egy szép kicsi udvar, belső udvar, amit úgy gondoltam megmutatok. Belváros tele van ilyen gyönyörű, szép kis udvarokkal. És itt is meg kell, hogy mondjam, hogy a 80-as évekhez, 90-es évekhez viszonyítva nagyon sok helyen, nagyon sok épület lett tatarozva, restaurálva, gyönyörű szépen rendbe szedve. itt már a vonaton Róma felé ez volt kb. 15 percben rövid kis összefoglaló.